Budafok-Tétény önkormányzata 6 fővárosi kezelésű útszakasz felújítását végezte el nemrégiben. A beruházás Magyarország kormányának felújítási támogatásából valósult meg. Összesen 4 utcában több útszakaszt újítottunk fel. Itt állunk a Tegzes utcában, illetve a közeli Kapisztrán utcát is felújította a kerületi önkormányzat. A Bartók Béla úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is felújítottunk útszakaszokat. Ezekben közös, hogy a fővárosi önkormányzat kezelésében vannak elvileg, de a kerületi önkormányzat újította most föl őket a kormány, magyar kormány által nyújtott támogatásból. Azt kell tudni, hogy a fővárosi önkormányzat már jelezte, hogy ebben az önkormányzati ciklusban csak a Kossuth-Lajos utcát újítja föl, illetve újította föl, és ennek kapcsán mi fontosnak tartjuk, hogy további olyan útszakaszok, amelyeket a fővárosnak kéne rendben tartania és felújítania, is nagyon rossz állapotban vannak. És nagyon örültünk annak, hogy a kormány észrevette ezt a helyzetet, és támogatást adott a kerületi önkormányzatoknak ahhoz, hogy útfelújításokat tudjanak végrehajtani. A munka során felmarták a tönkrement kopó és kötőrétegeket, az útburkolat süllyedések helyén kijavították a burkolat alapot, valamint a kétoldali szegélysorokat, illetve szintbe hozták a közmű elzáró szerelvényeket is. Az érintett útszakaszokon elkészültek a patka és járdajavítások, valamint az útburkolati jelek felfestése is. Az önkormányzat folytatta az utasváró telepítési programját, melynek keretében újabb 10 helyszínre helyeztek ki modern fülkéket. Az önkormányzat a Public Bond Kft.-vel együttműködésben kezdte el még évekkel ezelőtt ezt a buszváró programot. Itt nem is elsősorban felújításokról, hanem új buszváró telepítéséről van szó. Tehát az elmúlt években telepített nagyjából 80 darab buszvárónak a többsége az olyan helyen létesült, ahol előtte nem volt egyáltalán semmilyen fedett buszváró. Néhány pedig a régebbi buszvároknak a kiváltását jelentette. Ugye itt a reklámcég helyezi ki ezeket a buszvárókat, az adófizetőknek ez nem kerül pénzébe, és fontos azt megjegyezni, hogy a buszvárok esetében vannak olyan helyszínek, mint például ez is, ahol nagyon keskeny a hely. Sokszor szoktak kérdezni, hogy miért nincs ezeknek sokszor oldaluk. Hát azért, mert akkor nem lehetne elmenni a járdán. Tehát itt például ezen a helyszínen is éppen a járda képezi egyben magát a busz megállót, és ahol ilyen keskeny, ott bizony át kellett gondolni azt, hogy milyen típusú buszvárót lehet egyáltalán telepíteni, milyen típusú buszváró az, ami egyáltalán elfér. Ebben próbálunk időről időre előrelépni. Ugye 2016 óta tart nagyjából ez a program, és évente legalább 10 van, amikor néhányal több buszvárót telepítenek.